heti kulturális műsorunkban Losonczi Attila író, művelődés szervezővel beszélgettünk, aki a József Attila emlékhely munkatársa immár 21 éve. Két könyve is megjelent az elmúlt években. Az emlékhely programjairól, könyveiről és az irodalmi szalonról is kérdeztük, ami már 10 éve várja az irodalmat kedvelő közönségét. Az irodalmi szalon ötlete már nagyon rég forgott a fejemben. Én az emlékhelyen 2002 óta dolgozom, művelődésszervező munkatársként, és hát úgy alakult, hogy hosszú éveket kellett várnom, mire a körülmények lehetővé tették, hogy itt egyáltalán író-olvasó találkozót vagy hasonló irodalmi rendezvényt lehessen leszervezni. 2013-ban akkor éppen a Ferencvárosi Művelődési Központban dolgoztam, az anyaintézményben, ugyanis éppen zajlottak a felújítási munkálatok. Viszont adódott a lehetőség a József Attila terv pályázat részeként, hogy új kulturális programokat indítsunk be, és így teljesült egy régi álmom, hogy kortárs írókat tudjak bemutatni, kortárs írókat, költőket. És miután az emlékhely ismételten korszerűsítésre és átadásra került 2015-ben, a rákövetkező évben már újra itt lett a helyszíne a József Attila irodalmi szalonnak. Jó, hogy korábban akkor az FMK-ban volt az irodalmi szalon. Uh-huh. Igen, a szalonteremben. És részben az adta az ötletet, volt ennek már előzménye Ferencvárosban, a Ferencvárosi Szalon még nagyon régen, és ott szintén voltak felolvasó estek. Az irodalmi szalonnak a vendége volt többek között olyan nagyformátumú író-költő, mint például Szabó T. Anna, Kemény István, Tóth Krisztina, Térei János, aki nemrégiben elhunyt. És mondhatnám azt, hogy sokukkal, hát még sorolhatnám a neveket. Persze, csak az elmúlt 10 évben azért voltak. Igen, Mircse Zsuzsa például az első között szerepelt, és egy rendhagyó zenés irodalmi esttel. Tehát még sorolhatnám, és az évek során sokukkal mondhatnám, hogy baráti kapcsolat is kialakult. Sőt, azzal, hogy én magam is elkezdtem aktívan prózát írni és publikálni, már hát Mezei Katalin szavaival érve már én is lakója lettem ennek a falunak, ahogy nevezzük. Itt vannak, igen, mellettünk a könyveid, mert mindjárt erről is beszélgetünk. Még egy picit az irodalmi szalonról, hogy ott ugye te is szoktál úgymond műsorvezető lenni, vagy te is szoktad moderálni ezeket a beszélgetéseket. Ugye az elején voltál ebben a szerepben? Körülbelül az első 8 évben én vezettem a műsorokat, én voltam a szervezője, a moderátora. Aztán 8 év után úgy döntöttem, hogy most valahogy újítani kell. Én magam is azt éreztem, hogy nem váltam igazán riporterrel, nem tudtam hová fejlődni. De kell ott riporternek lenni? Hogy érzed? Mert ugye itt mindig általában nem is annyira műsorvezetőket, riportereket ültettek a kérdezőszékbe, hanem szintén irodalomhoz közel, vagy avval foglalkozó emberek kérdeznek. Szerintem azért egy kicsit. A lényeg az, hogy én már nem tudtam kérdezőként, kérdezőbiztosként tovább fejlődni, illetve szükség volt új kapcsolati hálókra. És 2022-ben ezért kértük meg Mécs Anna írót, ő maga is korábban vendége volt az irodalmi szalonnak, hogy ő vezesse ezen túl, és fölfűztük egy sorozatra, életrajz és irodalom, tehát kimondottan olyan írók műveit, frissen megjelent műveit mutattuk be, amelyek életrajzokhoz, életutakhoz, sorsokhoz kötődnek. Anna viszont tavaly évvégén elment szülési szabadságra, és az ő javaslatára Tallér Edina lett az utódja, ő szintén író, újságíró, szerkesztő, drámaíró, és ezáltal tehát ő megint csak egy másfajta kapcsolati hálóval rendelkezik, megbeszéljük, egyeztetjük az ötleteket, kit érdemes, ki az, aki nem volt még, mert szerencsére nagyon széles a merítés. Pont ezt akartam kérdezni, hogy kimeríthetetlen ez a terület? Úgy hogy tűnik, látjátok? Hogy igen. Igen. Ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan írnak itthon, és olyan kaliberű írók, akikkel viszont érdemes is beszélgetni, igen. Így van, így van. Úgyhogy
Egyszerre egyik szemem sír, másik nevet. Mm. Ugye egyfelől nagyon örülök, hogy az elmúlt 20 évben is, hogy kibővült a pályatársak száma, a fiatalok, sőt a tinédzserek körében is rengeteg tehetség van, akik megjelennek országos folyóiratokban, mint például az Irodalmi Jelenben, vagy a Kultérban, vagy még sorolhatnám. De ugyanakkor meg a másik szemem azért sír, mert nehéz nyomon követni. Én magam is próbálok időt szánni minden nap, hogy az egyes online, elsősorban az online folyóiratokat végigböngészem munkába menet, telefonon, és hogy tényleg a legújabb, legérdekesebb műveket, illetve a kritikákat, eseményeket végigkövessem, mert írónak, irodalmárnak lenni nem csak az olvasottság fontos, nem csak az alkotás, hogy szükségletté váljon a nap mint nap az alkotás, hanem a jelenlét is. A jelenlét is, hogy eseményeken ott lenni, a pályatársakkal megismerkedni. Úgyhogy ez egyfajta... Egy életforma. Egy életforma, sőt azért egyfajta, ezt Dragomán György mondta, amikor ő volt a vendégünk a szalonban, ő mondta, hogy ez egyfajta kötéltánc, mert azzal, hogy eseményeken részt veszünk, az az alkotástól von el időt. Hát meg gondolom, a legtöbbnek azért van valami civil munkája is, mert ez nem az a terület, amiből ma meg lehet élni. Vagyis ma Magyarországon így van. És milyen érdekes, hogy a múlt héten a Karcz FM-ben, a Poétikumban Bán Borral volt egy beszélgetés, Viola Szandra műsora egyébként. Ők is voltak, illetve Viola Szandrát, őt a Szonett párbaj révén ismerem, Bán Bor viszont volt már az Irodalmi Szalon vendége. És hát ő mondta, hogy aki nem írásból él, az a szerző nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy naponta egy kis időt ne fordítson az írásra. És valóban félre kell tennünk a pótcselekvéseinket, az egyéb rossz szokásainkat, hogyha fejlődni kívánunk. De ez egyébként mindig is így volt, nem? Tehát, hogy az írók, költők, azok, ha nem volt másik munkájuk, akkor nagyon szegények voltak, ha meg volt másik munkájuk, akkor nyilván, akkor körülbelül ugyanúgy kellett beosztani az időt, mint ahogy a mostaniaknak, a mai írók, költőknek. Lopott időben, ahogy igen. Tóth Krisztina mondta egy másik beszélgetésben. Térjünk rá a könyveidre. Itt van ugye a törésvonalak és a panelek mögött. A törésvonalak az első, ugye? Az jelent meg először, vagy most... Ez egy érdekes történet, nem fordítva, de majdnem ráhibáztál. Azt kell tudni, hogy két teljesen különböző témájú kötetről van szó. A panelek mögött inkább a napjaink hétköznapi történetét, szociográfiai írások, illetve vannak benne értekező prózák, esszék is. A törésvonalak viszont novellákat, elbeszéléseket tartalmaz, és történelmi korokból. Tehát egy-egy epizódot emeltem ki, az őskortól az első világháborúig. Azért az első világháborúval fejezem be, mert egyrészt az a korszak, amihez én távolságtartással hozzá tudok még nyúlni, illetve az volt az első komolyabb, nagyon nagy törésvonal az emberiség történetében. Tehát ott történt először a gépesített háború, és olyan fajta történések történtek, amik annak az előtt nem, és az utóhatásai is más voltak, mint az összes többi háborúnak. Párhuzamosan készült a két kötet anyaga, tehát körülbelül 2011 és 2022 között születtek ezek az írások párhuzamosan. A legtöbbjük megjelent irodalmi folyóiratokban, illetve antológiákban, a történelmi témájú novellák nagy része a Dunaszerdahelyi Historium kiadó tematikus történelmi antológiáiban, illetve hát kiegészítettem néhány újabb művekkel. Viszont 2020-ban adtam le a kéziratot a Magyar Naplónak, NKA pályázatra adta be a kiadó, és úgy alakult, hogy 2021 végén sikerült pályázati pénzt szerezni, hogy megjelenhessen a kötet. De időközben már a panelek mögött megjelent a Fekete Sas kiadónál. Ezt úgy sikerült a kiadóra rátalálnom, hogy Petrőczi Éva, a József Attila díjas költő, aki itt él Ferencvárosban, ő segített, ő ajánlott be, és teljesen önzetlenül vállalta a szöveg gondozását.
Ez egyébként egy nagyon nehéz dolog kiadót találni, olyat, aki mondjuk nem is horribilis pénzekbe kerül, gondolom, ugye? Tehát, hogy ma kiadni egy könyvet azért nem egy egyszerű dolog. Ma sem egy egyszerű dolog, sőt, elárulom, hogy a Fekete Sasnál a nyomdaköltségekhez nekem is hozzá kellett járulnom anyagilag, de akkor úgy gondoltam, hogy ez még belefér, ez még a hátralevő évekre egy befektetés. Hát, hogy megtérül-e, ez ugye ez a nagy kérdés, hogy megéri-e. Nyilván az, hogy megjelenjen, és hogy legyen egy kézzel fogható könyv, ahol ugye ezek össze vannak szedve, de hogy ma, 2023-ban mennyire vesznek az emberek kezükbe ilyen típusú könyveket? Te hogy látod, vagy hogy tapasztalod? Mennyire nyitottak rá? Én úgy veszem észre, a megtérülést azt nem anyagi megtérülésre gondoltam, abból a szempontból megtérült, hogy nagyon pozitív kritikai visszhangja volt a panelek mögöttnek, és úgy látom, hogy azért a könyvhéten, illetve a könyvfesztiválon, hogy még meg egy, nem csak a saját, hanem más könyvemutatókon is, hogy azért van igény könyvre. Bár tudom, hogy a legfrissebb felmérések szerint aggasztó a helyzet az olvasás szokásokat tekintve, és hogy a felnőtt lakosság jelentős része nem is szeret olvasni. Gyanítom, hogy emögött az áll, hogy a rossz gyerekkori élmények, a rossz életszakaszban feladott kötelező olvasmányok, szerintem ezt tényleg át kellene gondolnunk. Ez az egyik, a másik meg ezek az e-bookok szerintem, ami még problémát jelenthet, hogy sokkal inkább ezeken a kis, hogy e-booknak hívják azon, olvassák a könyveket, és nem ezt a lapozható formátumot. Pedig szerintem az az érzet, amit egy ilyen könyv olvasásánál érez az ember, vagy ahogyan átjön a gondolat, az nem pótolja semmi, én azt gondolom. Igen, én magam is tapasztalom, hogy könnyebb elmélyedni egy kézzel fogható, szó szerint kézzel fogható, lapozható könyvben. Míg én is tapasztalom, hogy amíg a telefonon olvasok egy elektronikus könyvet, vagy éppen böngészek egy virtuális könyvtárban, más, hát vissza kell görgetnem, óhatatlanul is átugrok szövegrészeket. Érdekes, igen, valahogy nem így vagyunk kitalálva, de szerintem ez már jövő zenéje, hogy ez mikor fog kiderülni, hogy ez nem igazán emberhez méltó, hogy úgy mondjam. Mondtad, hogy a megtérülés az nem is anyagi megtérülésre gondolsz, hanem a pozitív, például pozitív kritikákban is, tehát abban a megtérülést abban mérted, és hogy ez erre nyilván óriási szükség van egy írónak, egy költőnek, egy bármi ebben dolgozó, vagy ebben foglalkozó, akár hobbi szinten is, embernek, hiszen ebből tudsz építkezni, nem? Tehát, hogy a pozitív kritikákat kap az ember, akkor könnyebb tovább lépni. Igen. Kellenek a visszajelzések, pozitív, vagy adott esetben, ha korrekt, negatív észremételek, ha azok tényleg építő jelleggel a hibákra világítják rá a figyelmet. És hát azért is, hogy érdemes ezen az úton járni, hogy a pályán maradjunk. Ez is egy fontos dolog. Ezért is fontosak például az irodalmi szalonok is, amit itt csináltok szerintem, hogy ezek a kortárs írók, vagy költők, akik ide jönnek, hogy ez nekik is egy pozitív visszajelzés. Már eleve az, hogy eljönnek ide, vagy elhívjátok ide. Igen, ez mondhatni küldetéstudatunk, hogy a magyar irodalom fellegvárájával tegyük József Attila szülőházát. És hát az is nagyon fontos, hogy a kortárs írók, költők is megismerjék, lássák József Attila szülőhelyét, lássák ezt a helyet. És még milyen programokkal készültök, vagy így a jövő, hát a jövő, nem a távoli jövőt nézzük, nyilván így a következő, akár így nyárig, vagy még akár, hogyha így annyira előre látsz, akkor mi mindennel várjátok így évvégéig itt a József Attila emlékhelyen az érdeklődőket? Április 11-én a hagyományos koszorúzásos ünnepségünk lesz, délután 2-től, 3 órától pedig egy rendhagyó tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket. Fazekas László színművész és Deutsch Kornélia múzeumpedagógus közreműködésével. Az esti órákban este 5-től pedig Fekete Bori és együttese koncertezik. Utána következik majd a múzeumok éjszakája,
valamint... Az júniusban? Június 24-én, valamint várhatóan október 1-jétől szintén hagyományos múzeumok őszi fesztiválja sorozat. Most a megszokott bringatúra helyett egy másfajta kirándulás lesz, gyalogtúra Csillebérc környékén. József Attila és Illyés Gyulának voltak Igen. ott emlékezetes kirándulásai, és hát az évek óta zajló irodalmi szalon, a Szép Szóvers Mondó műhely, ahol játékos módon a verstanulás, a versmondás fortéjait sajátíthatják el az érdeklődők, illetve hasznos információkat kapnak mindazok, akik szeretnének különböző versmondó versenyeken részt venni, és december 3-ával a már szintén hagyományos gyertyagyújtással zárjuk le az évet. Meg hát nyilván a programokon kívül látogatható az emlékhely nyitvatartási időben, is érdemes ide eljönni. Hát én azt kívánom, hogy minél több programot szervezetek, és hát várjuk akkor a következő kötetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.